Kedves nézőink, így március közepetáján elmondhatjuk, hogy 2014-ben is elfelejtett a tél meglátogatni bennünket. Nézőinek már nem kell bemutatnom Sipos József urat, növényorvost, aki egyben a Bayer cég Csongrád megyei képviselője is. El kell, hogy mondjuk, hogy Sipos úrért az Agrárpercek nézői és az egész szakma igencsak aggódtak, mert nem sokkal az őszi riportunk után súlyos baleset érte. Kérdezzük, hogy sikerült-e maradéktalanul felépülnie. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Kurca TV nézőit, és nagyon örülök, hogy ismét együtt lehetünk önökkel. Igen, el szeretném mondani örömmel, hogy hála jó Istennek, épségbe egy hosszú gyógyulási folyamat után sikerült felépülnöm. Nagyon szépen köszönöm az aggódásokat, a sok telefonhívást, érdeklődést. Higgyék el, hogy ez adta nekem a gyógyulást, nem a gyógyszerek, hanem az a sok emberi szeretet, mosoly, jelképes kétszorítás, ami segítette a gyógyulásomat, és mondhatom úgy, hogy olyan 95-97%-ba sikerült felépülnöm, és örömmel indulok neki a munkának. Ebben az évben úgy tudom, már nem lehet használni néhány nagyon fontos növényvédőszert, környezetvédelmi okok miatt. Kérem, mondja el nézőinknek, hogy mik ezek a növényvédőszerek, és mit tud ajánlani helyette a gazdálkodóknak. Egész életünk egy átalakulási folyamatban élünk meg, és egyre nagyobb hangsúlya van. Érdekes attól, hogy én ugye növényvédelmi kémiával foglalkozok, de nekem nagyon szívügyem a helyes táplálkozás, a környezettudatosság, a környezetvédelem, és bizony az egészséges élelmiszer alapanyag előállítása. Ez nagyon fontos dolog. Az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosság, az ökoprogramnak a kialakítására, és pro-kontra arányban meg lehet ítélni, de bizony különnél különb és jobbnál jobb hatóanyagokat von ki az Európai Unió a mezőgazdasági felhasználás lehetőségéről. Ugye különféle zonális rendszerekben vagyunk besorolva, az engedélyezés is egyre nehezebb, és bizony a Bayer Crop Science is, mondjam úgy, a Democrace kardja alá esett, és bizony hatóanyagokat vontak és vonnak ki a palettánkról. Kettő részre bontanám ezt. Egyik az állományból való, növényvédelmi állományból való hatóanyagoknak a kivonását jeleníti meg. Másik, amit már önök nagyon régóta hallanak, ugye a csávázószerek piacára és hatóanyag szegmenséhez nyúlt oda az Unió. Azonnali, gyors hatással 2013-ban 2014-től kezdve ugye hatóanyagokat vonnak ki a felhasználás lehetőségéből. Milyen lehetőségek vannak a helyettesítésre? Az ön kérdésére válaszolva, ez a hatóanyag világ, vagy hatóanyag csoport, ez a neonikotinoidok hatóanyag csoportját jeleníti meg. Kicsit messzebbről szeretném kezdeni, és egy friss információ fonalat szeretnék a kedves kollégáknak, gazdatársaknak, tévénézőknek elmondani. Onnan indulnék ki, mint méhészként is el szeretném önöknek mondani, hogy 2006-ban már a francia méhészek az Európai Unió Agrárbizottsági székháza előtt már tüntetéseket folytattak annak érdekében, hogy a gaucsó nevű anyag felszívódik a növényben, és méhek pusztulását idézik elő. Erre csak ilyen lokálisan jelentek meg hírek, én nagyon már akkor felkaptam a fejemet rá, nagyon sokat olvastam ebbe a témába, és félő volt ennek a szinte mint robbanásszerű lángnyelveknek a kiteljesedése, és majd az Unióban is megjelenik ez. Forrongott ez az információ, forrongtak ezek a dolgok, tudományosan nem is támasztották alá annak a folyamatát, hogy a neonikotinoidok hatóanyaga a nektárból, tehát a napraforgó nektárjából kimutatható-e. Igazából a Bayer nagyon komoly laborvizsgálatokat folytat ennek érdekében, és folytatott ennek érdekében, hogy bizony ezt vizsgálta, kutatta, méhészeti központot hozott létre annak érdekében, hogy reálisan, korrektül tájékoztassa a kollégákat. Ez a folyamat zajlott. És robbant 2013-ban, nagyon sok fikció, gondolat van, hogy mi is okozta ennek a gyors és határozott betiltását. Elmondanám, amiket olvastam külföldi lapokban és a hírekből is olvasható. Egyik azt mondja, hogy politika áll mögötte, ilyen különféle ökopolitikai dolgok, akiknek kedvezni kellett itt az uniós választások előtt, annak érdekében, hogy ők is kapjanak teret. A másik nagyon fontos, ugye a különféle zöldek és a különféle, nem tudom, hogy Greenpeace és egyéb aktivisták tekintetében annak érdekében, hogy az ő álláspontjuk is megnyilvánuljon, de igazából a legfontosabb az, hogy a labor eredmények után kimutatták, hogy előfordulhatnak lokális okok és lokális helyzetek.
átmegyek a méhészet világába. Sajnos elmondható, hogy a méhek tekintetében, méhészként is mondom, nagyon sok fele járok és szakanyagokat is olvasok, kialakul egy nagyon gyors méhcsalád összeomlás. Ami azt jelenti meg, hogy még egy időszakban van méhállomány a kaptárban, és máról holnapra egyszer csak eltűnnek a méhek a kaptárból, kiürül a kaptár, hullák találhatóak a kaptár előtt, és a méhállomány többi tagjai a gyűjtő területeken szétszóródva elpusztulnak. Ennek okaként egyből ugye támadás érte a nagy növényvédő cégeket, hogy biztos a növényvédő szerek és a csávázó szerek okozzák ezt a problémát. Ezért az Unió gyors határozattal meghozta, hogy 2013 őszétől nagyon lényeges dolog, hogy már most a tavasz időszaktól nem vedhető el a kukorica és a napraforgó a neonikotinoid hatóanyaggal csávázott szerekkel, és 2014 őszétől pedig a repce kultúra se vedhető el. Igazából visszamegyek a kaptárakba, mint méhészként el szeretném mondani, hogy nagyon lényeges dolog, hogy nagyon-nagyon sok oka van annak, hogy a méhcsaládok miért omlanak össze. Ide tartoznak, csak érdekességképpen mondom el, hogy a kedves tévénézők is lássák, hogy nem a növényvédőszerek állnak elsődleges helyen a méhcsaládok összeomlásának okaként. Első legfontosabb dolog ugye a varroa, mint atka jelenléte a kaptárokban. Két különféle rassza van, a varroa destruktor és a varroa jacobsoni. Ezek mint vírusvektorként is jelen vannak a kaptárokban, szivogatják, élősködnek a méhek testfelületén, legyengülnek a méhek, szájszervükkel és nyálukkal, tehát testfolyadékukkal különféle vírusokat terjesztenek, és ennek következtében a család, a méhek egyedileg és családszinten is legyengülnek, és egyszer csak összeomolhat a család. Nagyon lényeges dolog, hogy el kell mondani, mint méhészként is, úgy, mint növényvédősként is kifejezem, és nem tetszésemet is nyilvánítom ki, annak érdekében, hogy vannak olyan bizonyos méhésztársak, akik nem megfelelő gyógykezeléseket, szerrotációkat, megfelelő időtartamra behelyezett szerekkel dolgoznak, hanem egyedileg házilag előkészített szerekkel. Különféle illegális úton beszerzett szerekkel készítik el a különféle védekezési módokat, saját receptekkel, nincsen nyomon követve, nincs a hatástartam, a megengedett élelmezésügyi várakozásidő és egyéb folyamatok végig nyomon követve, dokumentálva, nem tudjuk, hogy mi marad vissza a méhecskében, a viaszban, a lárvában, a mézben, virágporban, és ez bizony előfordul, hogy rezisztenciát vált ki a kártevőkkel szemben, és bizony ez is a méhcsalád gyengülését és pusztulását idézi elő. Másik, ami nagyon lényeges dolog, a nem megfelelő vitaminellátás a méhcsaládok esetében, ez is befolyásolja ugye a méhcsaládnak a legyengülését és elpusztulását. De belejátszik ide különféle egyéb tényezők, az anya gyengülése és egyéb rizikófaktorok. Ezt csak azért mondtam el, hogy mielőtt megértsük a neonikotinoidok kivonását és a méhek kapcsolatát, be kell néznünk a kaptárba, és mint egyszerű gazdálkodók, érdeklődők, mézfogyasztók, nem tudjuk azt, hogy igazán mi zajlik a kaptárak világába, csodálatos világába. Miután megvizsgáltuk így a kaptárakat, menjünk tovább a neonikotinoidok útján. Nagyon lényeges dolog, hogy ezek a neonikotin hatóanyagok úgy fejtik ki a hatásukat, hogy értsük együtt, hogy hogyan is működik és mi is van itt. Kis mennyiségben, mi a csávázásnak a célja és szerepe? A csávázásnak a célja mindig is az volt, már őseink, már az ókori egyiptomiak és görögök is csáváztak, mert a mindennapi kenyerünket, ugye a búzát, meg kellett védeni a kőszöktől, a porűszöktől és egyéb olyan csírázáskori betegségtől, ami később a kalászban jelenik meg, és termésveszteséget, és a mindennapi kenyerüknek a megjelenésének lehetőségét veszélyeztette. Korommal, hagymalével, egyéb anyagokkal már csáváztok. Hát ugye a tudomány azért fejlődik, és nem hagymalével csávázunk ma már, de ezek a neonikotinoidok alkalmazásával egy pici magra, egységnyi felületre, megfelelő koncentrációba, a környezetvédelem tudatos alkalmazása mellett rájuttatták azt a dózist a mag felületére. Például a poncsót vagy poncsóprot kukorica esetében, repce esetében az elládót vagy a csinokot.
Nagyon lényeges dolog, hogy ez a csávázó szerhez egyéb anyagokat is lehet adni, például rozsírozás, biztos ismerős ez a kifejezés, például a cukorrépánál, műtrágyát, egyéb anyagokat bele lehet színező anyaggal ragasztani a mag felületére. Ahogy megindul a magnak a csírázása, optimális feltételek mellett a talajba, mi kell hozzá, ugye lényeges dolog a nedvesség és a hőmérséklet, elindul a csírázás, elindul a, ugye a rügyecske és a gyököcske fejlődése, oldódik, elindul a neonikotinoid anyagoknak az oldódása, egyből szívódik fel a kis rügyecske és a gyököcskének a bőrfelületén, a külső felületén az anyag felszívódik a növénynek a nedvkeringésébe. Ahogy növekszik a mag, növekszik a rügyecske, úgy az anyag is halad a rügyecskével és a gyököcskével, és az ott lévő polifák kártevők és egyéb talajlakó kártevők alig várják, hogy ez a csírázás meginduljon, mert mi csalja oda, kérdezhetnénk, hát hogy találja meg ez a kártevő azt a pici kis magnak a csírázását? Kettő dolog. Kettő dolog segít elő. Egyik a talajnak a nedvessége, a másik pedig a csírázáskor a mag illatanyagot bocsájt ki, tehát egy jellegzetes csírázáskori illatanyag, most mélyebben nem szeretnék belemélyedni, milyen kémiai anyagot bocsájt ki, és az oda csalja, oda irányítja a talajlakó kártevőket. Mik lehetnek ezek a talajlakó kártevők? Például a drótférek, egyre nagyobb gondot idéz elő, a pajorok, amelyek különféle változatai vannak, például a cserebogár pajorok, a mocskos pajor, a vetési bagolylepkének a lárvája, elég komoly gondokat idéznek elő, és alig várják, hogy megcsirázik ez a mag, belerágnak, beleszúrnak, és egyből elhal a csirázó mag. Ez ellen a neonikotinoidok úgy fejtették ki a hatásukat, hogy bele kellett, hogy harapjon a kártevő a magba. Gyomormérekként a hatóanyag visszajutott a kártevőnek a bélrendszerébe, és utána fejtette ki azonnal a gyérítő, pusztító hatását. Ahogy fejlődött a növény, ezek a hatóanyagok tartalmhatással rendelkeznek, és a növény fenológiájának különféle szintjét a hatóanyag hatása egyre jobban legyengült. A gaucsó nevű csávázószernek oly mértékű hatása volt, hogy a napraforgónál még virág citroméréskorán során is kimutatható volt a növényből a hatóanyag. Tudnunk kell, hogy ez a hatóanyag vándorol a növény szállító nyalábján, és egy nagyon fontos kártevők ellen megfelelő védettséget nyújtott, ezek pedig voltak a levéltetvek, a fekete répa levéltetű, a zöld őszibarasz levéltető, a zöld búza levéltető, és ami nagyon lényeges dolog, a poloskák ellen is megfelelő védettséget nyújtott. Ezek méhészeti szempontból és növényéletani szempontból ki szeretnék emelni egy fontos anyagot a növény életében, ezek pedig a növényi szekréciós kiváladékok. Ezekről tudni kell, hogyha a kora reggeli időszakban kimenjünk ezekre, különösen a napraforgó kultúrát szeretném megjegyezni. Harmatos időszakban látható a levél fonálkán, hogy növényi mézga cseppek, tehát ilyen kis cseppváladékok alakulnak ki, ezt a növény természetes úton kibocsájtja magából, és ezt a reggeli órákban szeretik a méhek látogatni, szivogatni, mert ennyi cukortartalma van ennek az anyagnak, vizet is kapnak, növényi nedvet, és mondjam édes anyagot is tudnak magukkal bevinni a kaptárba. Itt van a kérdés, és itt állom meg egy pillanatra, ez az, amit szeretné a Bayer is kutatni most 2014-ben, hogy ebben a szekréciós sejtekben mennyi csávázószer anyagot vehettek fel a méhek, vagy vehetnek fel a méhek, ez egyik ilyen forrás. De az, hogy a virágban, a nektárból legyen az repcekultúra, illetve napraforgó kultúra, ténylegesen kimutatható volt ez a neonikotinoid anyag, ez nem alátámasztott. Tehát ez nagyon lényeges dolog. Ezektől az anyagoktól nem pusztultak el, méhészként is mondom, nem pusztultak el mély állományok. Tehát ezt határozottan ki szeretném fejezni, hogy ez egy komplex dolog, nem lehet, és a közvéleménynek is szeretném tisztán, őszintén, szakmailag elmondani, hogy ez nem lehet egyöntetűen csak a neonikotinoidokra fogni. Ezért 2 éves moratóriumot adott az Európai Unió, ami azt jelenti, azért vonták vissza, hogy megvizsgálják, hogy ebbe a 2 éves időtartam alatt várható-e további méhcsaládok drasztikus összeomlása, ha nem, vagy csökken,
akkor a csávázószereknek a további engedélyezését felülbírálják, és nem biztos, hogy fogják engedni. Ha nem alakult ki pusztulás, akkor különféle új engedélyezési procedúra, protokoll alapján újra a piacra fogják, csak esetleg más vívőanyaggal és formulációnak kialakításával újra visszahelyezik a kollégák és a gazdatársak segítségére ezeket az anyagokat. Nagyon lényeges továbbá az a fontos további folyamat, hogy mi várható a méhészek szempontjából. Tudnunk kell, hogy a Bayer és egy másik versenytársa nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektet ennek a kimutatására, kutatására. Érdekességképpen szeretném elmondani, hogy engem is kineveztek ilyen méhészeti nagykövetté, ami azt jelenti, hogy összekötő vagyok Magyarország és Németország között. Kísérleti helyszínt kellett beállítanunk most két helyen Magyarországon. Nyugat-Magyarországon egyik helyen, Kelet-Magyarországon másik hely. Az én területemen Kisújszállásnál lesz beállítva egy érdekes kísérlet, csak érdekességképpen mondom el. Repcekultúrára fogunk, amely neonikotinnal csávázott kultúra, 10 családot rátelepíteni Kisújszállás mellett, nagyon precíz technológiával, német irányítás mellett. Fel fogjuk kamerázni a méh családokat, méhekre rakunk kamerát, méhek környékére lesznek kamerák rakva, családok környékére, kiáró nyílás, virágok, szinte nem tudom hány, mondhatom azt, hogy 100 kis mikrokamerával fel lesz minden kamerázva, és fogjuk figyelni azt, és dokumentálja a számítógép folyamatosan mindent fog rögzíteni, az időjárási tényezők, a hordás, a méh család, a lépkészlet, a fiasítás mellett mindent fogunk dokumentálni annak érdekében, hogy bizony, látható lesz-e esetleg családösszeomlás. És ugyanez lesz Nyugat-Magyarországon is, és ezt a két adatokat is össze fogjuk hasonlítani, és további vizsgálat céljából fogjuk vinni a dolgokat. És mi lesz ezután? Nagyon fontos kérdés, ez a nyitott kérdés. Ezt is egy blogba szeretném összefoglalni, mert foglalkoztatja a kedves gazdatársakat, termelő kollégákat, hogy mi lesz ezután. Kettő részre bontanám ezt is, mert vegyük úgy, hogy a nagymagvú növények, tehát a napraforgó és a kukoricát, és majd 2014 őszétől pedig a repcekultúrát. Nagyon lényeges dolog, hogy összeszűkült a lehetőség, amit a szakmai protokoll, a szakmai lehetőség nyújt a talajlakó kártevők elleni hatékony védekezésre. Kicsit indulok távolról, egyik pedig az, hogy nagyon sokan fekete technológiába gondolkodnak, ami azt jelenti, hogy különféle hatóanyagú, egyéb rovarörőszerekkel szeretnék ugye a magokat becsávázni. Veszélyes. Két okból is, hanem többből. Egyik az, hogy engedélyezetlen hatóanyag, vagy épp az a hatóanyaggal akarják csávázni, amit az Európai Unió most felfüggesztett. El kell mondani, hogy a Magyarországot kiemelt ellenőrzési országgá nevezte ki az Európai Unió, tehát ez azt jelenti, hogy 2014-ben várható, a szúrópróba szerűen, blokkazonosító alapján, vagy egyéb dolgok alapján hatóságok ellenőrzéseket folytathatnak növényi kultúrába, növényi minták megszedésével, és utána abból bizony kimutatható hatóanyag. Itt elég komoly bírság és büntetés járhat utána, ami nem véletlenül még a támogatásoknak a felfüggesztése is kérdésessé válik. Tehát nagyon kérek mindenkit, hogy csak az engedélyezett talajfertőtlenítőszerekkel és az engedélyezett csávázószerekkel történjen a csávázás. Mindenki maga dönt. El szoktam mondani, mindenki maga hozza meg a döntést, de jó szándékkal és szakmailag szeretném bátorítani őket, hogy ne tegyék meg. Hatékonyan is lehet csávázni. Nézd, mindenki ismeri a területét, mindig édesapám szokta mondani, hogy fiam, úgy kell ismerni a területedet, mint a tenyeredet, hogy tudja mindenki, hogy mi volt az elővetemény, tudja azt, hogy mennyi szalma volt a területen, itt a patanobogára szeretném felhívni a figyelmet, a drótféregre, tudja a talaj előéletét, és ez alapján válassza ki vagy a talajfertőtlenítést, vagy az ideiglenes engedély okirattal rendelkező, például a szonidóval történő csávázásnak az alkalmazását, amit vetőmagüzemek végeznek el kukoricára, alkalmazását, de egyéb fekete technológiát, tehát olyan rovarörőszerek alkalmazását nem javaslom senkinek, hiszen nem tudjuk nyomon követni, hogy milyen következményekkel járnak ezek a szereknek az alkalmazása. De mi fog lenni 2014 őszén a repcével? Érdekes dolog, ez a repce növényünk egy apró magvú növény, egyre jobban a csávázószereknek köszönhetően és a kiváló hibrid genetikai alapanyagnak köszönhetően az egységi kilogramra vetett hektár mennyiségét csökkentettük már.
már. Ennek következtében, hogy nem lesz rovaros csávázószer, kérdésesé fog válni a repcetermesztésnek a helyes technológiai alkalmazása és sikere. Miért? Nagyon lényeges dolog, hogy így a repce apró magú, ezért sekélyen kell vetni, és gondoljunk bele, hogy mekkora rizikós az augusztus végi száraz, kőkemény nedvesség hiányba előkészített magágy. Nincs benne nedvesség, vagy hektikus, valahol van nedvesség a talajban, valahol por alakul ki. Valahol a repcét porba vetjük el, valahol nedvességbe kerül. Egy táblán belül is. Nagyon lényeges dolog, hogy ahol porba került a mag, vontatottan elül a mag, várja a nedvességet. Mert sajnos nem mindannyian tudunk öntözni. Ami nedvességbe került, az megpattant, és rettentő módon már a talajlakó kártevők várják, szúrják, rágják ezt a kis magot, és még kisebb bújt a kis csíra növény, már a talajfelszín vonalába elrágták a szárát, vagy a kis hajtás részt a talajlakó kártevők, vagy ha éppen felbújt, már a sáros hátú bogár már le is csípte a levelét, de ahogy tovább fejlődik, már a bolha ott van, és a pici levelet három szúrással elintézte, párolgási felületet nyitott a pici levélen, és a repce szép lassan elpusztul. Mondták erre az idősebb növényvédős kollégák, fiam, nem baj, régen is tudtunk repcét termeszteni, még nem voltak ezek a csávázószerek. Igen ám, de eltelt azóta nagyon sok év, vagy évek, megváltozott a klímánk, megváltozott a rovar nyomás, ami azt jelenti, hogy nagyon sok rovar jelent meg, hiszen, mert régen nem nagy területen termesztették a repcét, most már nagy területen termesztik a repcét, lokális fertőzési nyomás nagyobb, ennek következtében nagyon sok az áttelelő rovarképlet, és ha nem lesz csávázószer, várja a bolha, az nagyon veszélyes, várja az ősz, vagy az álhernyó a kis repce fejlődését. És akkor jön az, hogy hát itt a felső permetezés, ugye? Permetezzünk felülről a növényt, és akkor majd az megvédi a repce növényt. Nem igaz. Azért nem lesz igaz, mert melyik lesz környezet szennyezőbb a csávázószer, ami egységnyi felületen, mag felületén van, és onnan indul a tolnyok, vagy egész felületen hektár számra permetezek veszélyesebb piretroidokkal és egyéb anyagokkal, úgy, hogy szinte nincs is a növénynek felülete, amire a hatóanyag megtapad, mennyi szívódik abból fel a növénybe, ahhoz, hogy a védelmi vonalat ki tudja építeni a növény. Tehát ez kérdésessé válik. Erre azt mondják a további kollégák, nem baj, majd megemeljük a csíra számot a repce esetében. Milyen következménnyel jár ez? Igen, ha nem lesz szárazság, akkor a megemelt csíra mennyiség kedvező, mert nagyobb százaléka ki fog kelni. De mi történik akkor, ha elvetem a nagyobb mennyiségű repcemagot, és megérkezik a 15-20 mm keresztő jó eső? Ki fog kelni ez a rengeteg repcevető mag? Sűrű állomány alakul ki, és ez maga után hozza azt, hogy az egyéb termésbiztonságot és különféle kortani helyzetet alakít ki. Tehát nagyon lényeges dolog összefoglalva, a neonikotinoidok kivonása egy új szakmai helyzetet adott elő. Oda kell figyelnünk a talajfertőtlenítőszerek alkalmazására, oda kell figyelnünk a csávázásnak a helyességére, de illegális technológiai elemet kérek mindenkit ne alkalmazzon a technológiájukban. Kedves nézőink, a Szentesi Kurcaparti Vendégházban készült műsorunk, reméljük elnyerte tetszésüket. Kérem, tartsanak velünk legközelebb is az Agrárpercek műsorában.